A védőoltások az aktív immunizálás eszközei. Működésük lényege, hogy legyengített vagy elölt kórokozókat tartalmazó vakcinát adnak be, melyre reagálva a szervezet saját immunválasza hozza létre a védőhatást. Az orvosok 99%-a védőoltáspárti, hiszen számtalan olyan súlyos betegséget tudtak úgymond szinte teljesen eltüntetni, főleg a fejlett országokban, Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, amelyek 50-100 évvel ezelőtt még halálos áldozatokat követeltek. Gondoljunk a kanyaróra, vagy akár a ményakrákra. Nagyon fontos, hogy ezeket a védőoltásokat egy védőoltási program keretén belül az emberek megkapják. A kanyaróról beszélünk, akkor az OMSZ, a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet azt mondja, hogy 95%-os átoltottság szükséges ahhoz, hogy az az 5%, aki nincsen beoltva, az ne tudjon úgymond olyan szintű betegséget, járványt generálni, ami az egész populációnak a súlyos megbetegedését eredményezheti. A védőoltás az egy olyan dolog, amikor maga a vírusnak egy darabkája kerül be a szervezetbe, direkt vagy indirekt módon, tehát direkt módon van az, amikor mondjuk a vírus külső burkának egy fehérjéje bekerül. Beadják a védőoltás formába, ezt a fehérjét az embernek az immunrendszere felismeri, mint idegen, és ez ellen termel antitesteket. És ezek az antitestek azok, amelyek, hogyha jön az igazi vírus, rátapadnak és megjelölik az immunrendszernek, hogy itt van, őt kell eliminálni. Koronavírus elleni védőoltás kapcsán Fejér Szilárd, tudományos kutató, azt mondja, hogy az emberek nem a vakcina mellékhatásaitól kellene féljenek, hiszen sokkal nagyobb az esélye annak, hogyha elkapják a vírust, súlyos tüneteik lesznek, mint annak, hogy egy védőoltásnak egyáltalán mellékhatásai legyenek. Van egy biológus professzor a Szegedi Tudományi Egyetemen, ő nagyon jól megmagyarázta, ezt Boldog Krisztofnak hívják. Ő mondja többek között azt is, hogy hogy ilyen rövid időn belül sikerül piacra dobni vakcinákat, az maximum azokra veszélyes, vagyis azok vállaltak nagyobb rizikót, akik a kísérletek részei voltak, kísérleti alanyok voltak, hiszen párhuzamosan ment többfajta fázis, és ezért nagyobb embertömeg volt bevonva rövidebb idő alatt, miközben nem értékelték ki az egyes fázisoknak az eredményét. Tehát azokra volt esetleg nagyobb veszély, de attól, hogy ez most hamarabb elkészül, semmiben sem lesz veszélyesebb, mint egy bármilyen másik vakcina, tehát alapból a vakcinákat csak akkor adják ki, hogyha bizonyított a hatásosságuk. Az amerikai Milken Institute körképe szerint összesen 210 vakcinát fejlesztenek jelenleg világszerte, amelyek közül 30 lépett a klinikai tesztelés fázisába. Klaus Johannis november 3-án azt nyilatkozta, hogy Románia jövő tavaszig több mint 10 millió adag oltást kap. Beadása nem lesz kötelező. Ahogyan Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke mondja, az oltás iránti bizalmat ki kell építeni, nem lehet elrendelni. Az Ipsosz egyik felmérése szerint Romániában 10-ből csak 6-an oltatnák be magukat koronavírus ellen, és ezzel az aránnyal a világ leginkább oltásellenes országai közé tartozik. Ezek jól informált emberek, akik a gyerekeiért aggódnak. Pontosan ezért nem kell őket lelegyinteni, hanem az érveiket meg kell hallgatni, és meg kell próbálni megmagyarázni, hogy mi helyes abból az információcsomagból, amit ők összeszedtek, összegyűjtöttek, és mi az, amivel lehetne esetleg vitatkozni. Én azt tudnám tanácsolni, hogy legyenek felelősségtudatosak. Romániában nem lesz kötelező a vakcina, de lesznek olyan országok, ahol kötelező lesz. Előbb vagy utóbb eljön az idő, amikor például nem mehetünk be egy országba ahhoz, hogy ne lennénk immunizálva a koronavírus ellen, vagy nem mehetünk el egy kirándulásra, vagy ilyesmi. Ezért ennek mindenképp gyakorlati probléma is lesz, hogyha nem oltatják be magukat. Az más dolog, hogy ha nem oltatja be magát a lakosságnak a nagy része, akkor közvetve veszélyt jelent a környezetére az a személy. Az elmúlt évtizedek tapasztalata egyértelmű üzenetet hordoz. A betegségek nem tűnnének el vakcinák nélkül, és ha abba hagyjuk az oltást, a nyári immunitás kialakításának egyetlen eszközét, akkor a betegségek visszatérnek. A kutatások ugyanekkor azt bizonyítják, hogy az oltásokkal kapcsolatos félelmek többsége megalapozatlan.